A közügyek főtámogatója az OTP Bank. Jó napot kívánok, ez a közügyek, ma pedig egyetlen témánk van, Vajdasági Magyar Szövetség, demokraták és vagy haladók. Röviden így foglalható össze a mai téma, négy vendégem van itt a stúdióban, és maradnak is a műsor végéig, majdnem 19 óráig. Köszöntöm itt Pál Károlyt, a Vajdasági Magyar Szövetség ügyvezető alelnökét. Jó napot kívánok. Itt van Hallai Zoltán, a Mózsiai Helyi Közösség elnöke, és hát visszatért a közügyek, visszatértek állandó beszélgető partnereim, elemzői Kabók Erika és Bajtai Kornél újságírók, mindketten a Magyar Szóból. Mindjárt elkezdjük a témát, előtte azonban a nézőknek megmutatunk egy rövid összefoglalót arról, hogy minek az apropóján beszélgetünk. Elmondom mindenkinek, aki még nem hallott róla. Pénteken Magyar Kanizsán több száz pártag, párton kívüli értelmiségi civil szervezeti képviselő részvételével tartott tanácskozást, beszélgetést a Vajdasági Magyar Szövetség az előállt szerbiai politikai helyzet kapcsán. Mutatjuk akkor az erről a nem sajtó nyilvános rendezvényről készült összefoglalót. A bejátszásban megszólaló politikusok kint már a rendezvényt követően vagy a szünetben nyilatkoztak, ezt látják most. Tovább a demokratákkal, vagy átlépni a haladók oldalára. Leegyszerűsítve így hangozhatna az a kérdés, amelyet a Vajdasági Magyar Szövetség vitatott meg több mint 300 meghívott tisztségviselő párttag, értelmiségi, civil és egyházi személy jelenlétében és részvételével Magyar Kanizsán. A helyzet azonban sokkal bonyolultabb, hiszen a jelenlegi szerbiai politikai helyzet számtalan alkérdést vet fel. A májusi választások után semmi sem olyan, mint azt megelőzően. Nem először mondták ki ezt a mondatot a Vajdasági Magyar Szövetség politikusai az elmúlt hónapokban. Hogy mi változott Szerbiában? A 2000-es változásokat követően a mostani választások átrajzolták a politikai teret, eltűnt a választóvonal a megszokott jó és rossz között. A választóvonalakat a Demokrata Párt tüntette el akkor, amikor szeptember 8-án a főbizottságán úgy döntött, hogy bárkivel koalíciót köthetnek helyi szinten. Egyébként korábban is már előfordult a választásokat követően közvetlenül, például az egyik belgrádi városi községben, hogy a szerb haladó párttal kötöttek koalíciót. Éppen ezért azt gondolom, hogy ezt követően nehéz választóvonalakról beszélni a szerbiai belpolitikában. Ennek ellenére a Vajdasági Magyar Szövetség a továbbiakban is azt a politikát képviseli, amit régebben is próbáltunk, azaz mi önállóan politizálunk, nem csapódunk egyik irányba se. Vajdasági magyar vonatkozásban sok szempontot kell áttekinteni, figyelembe venni. Egyrészt a vajdasági magyar politizálás számára az elmúlt több mint két évtizedben egyértelmű volt, hogy a szerbiai politikai pártok közül kikkel működik együtt és kikkel nem. A 90-es években a felkínált radikális szendvicseket a legtöbben nem felejtik el, és ugyancsak nem törlődnek az emlékezetből a 90-es évek háborús eseményeinek mozzanatai. Másrésztről szembe kell nézni azzal, hogy az ország politikai szintere átrendeződött vagy visszarendeződött, a haladók vannak hatalmon. Nem csak köztársasági szinten, hanem egyes magyar érdekeltségű önkormányzatokban is, főleg Bánátban. Amennyiben például Nagybecskereken a VMS képviselői a konstruktív ellenzék szerepében maradnak, a magyar közösség érdekei is háttérbe szorulnak. Konkrétan nem jut pénz a magyar falvakba. A vajdasági magyar közösség számára ugyanakkor egyértelművé kell tenni. Maguk a szerbiai politikai erők mosták el azt a választóvonalat, amely sokáig fennállt az ország kétpólusú politikai világa között. Ez a választóvonal már az Európai Unió számára sem létezik. Mi következik ebből? Hát én azt gondolom, hogy két dolog. Az egyik az, hogy el kell kezdenünk azon gondolkodni, hogy vajon azon politikai erők között, akikkel eddig elképzelhetetlennek tartottuk az együttműködést, még a magyar közösségi érdekek megvalósítása vonatkozásában is, hogy ezen politikai erők megváltoztak-e annyira, vagy nyitottak lettek-e annyira a magyar közösség alapérdekei irányában, hogy lehet velük együttműködni és párbeszédet folytatni, és esetleg helyi szinten koalíciókat alkotni, vagy sem.
A másik dolog pedig, amit nem szabad szem elől veszítenünk, az az, hogy mindenféle együttműködés kizárólag az általunk megfogalmazott nemzeti célok érdekében történhet. Tehát 1, 2, 3, 10 család egzisztenciája a hatalomhoz simuláson keresztül nem lehet olyan érv, amely oda vezet, hogy ezekkel a múlthoz kötődő erőkkel együttműködjünk. A Vajdasági Magyar Szövetség a létező koalíciókat, politikai partnerséget nem kívánja felrúgni. Viszont egyes önkormányzatokban alkalmazkodhat az esetleges változásokhoz. A VMS adott esetekben támogatja az új, a szerb haladó párt részvételével létrejövő helyi hatalmakat, ha azok elfogadják a magyar közösségi érdekeket, vagyis a Magyar Nemzeti Tanács és a VMS által megfogalmazott célokat. Erre jutott a több órás, nem sajtó nyilvános tanácskozást követően a párt. Itt most kimondásra került az, hogy mi a létező együttműködéseket, a létező partnerségeket, a létező koalíciókat nem kívánjuk fölrugdosni. Viszont ha mások ezt megteszik, és olyan helyzetek alakulnak ki, amikbe mi nem vagyunk aktív szereplők, de megkerülhetetlenek elsősorban szorványban és máshol, akkor ehhez a helyzethez nekünk úgy kell alkalmazkodnunk, hogy a közösségi érdekeket, a Nemzeti Tanács által megfogalmazott célkitűzéseket, a stratégiai programokba foglalt elképzeléseket, a választási programokat figyelembe véve kell a viszonyunkat kialakítani azokkal, akik majd a többséget létre fogják hozni. Ha az ő számukra az általunk fontosnak tartott célkitűzések elfogadhatók, akkor nem kizárható az együttműködésnek a megteremtése. Pásztor István szerint fontos, hogy a tabuként kezelt témát megvitatták. Azt mondta, nem számít arra, hogy ezt követően több magyar érdekeltségű önkormányzatban kerül sor átrendeződésre. Ez tehát a mai téma, a Vajdasági Magyar Szövetség pénteki magyar kanizsai tanácskozása kapcsán, és akkor, aki csak most kapcsolódik be a műsorba, annak még egyszer elmondom, hogy kik is a vendégek a mai közügyekben. Pál Károly, a Vajdasági Magyar Szövetség ügyvezető alelnöke, Halai Zoltán, a múzsiai helyi közösség elnöke, Bajtai Kornél és Kabuk Erika újságírók. Miért volt szükség arra, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség nem csak pártagokkal, hanem 350 résztvevő körül megvitassa ezt a kérdést. Mármint, hogy hogyan tovább a politikai szintéren demokraták és vagy haladók. A Vajdasági Magyar Szövetség most már hagyományosan megtárgyalja az ilyen sorsdöntő kérdéseket mindazokkal, akikkel együtt képzeli el a vajdasági magyarság itt maradását. Tehát elsősorban a Vajdasági Magyar Szövetség szerveinek a tagjaival, képviselőivel, köztársasági tartomány önkormányzati szinten, valamint hát a civil szféra, az egyházak, az értelmiség, a sajtó képviselőjében 350 személyes tanácskozást tartottunk erre a témára, és úgy érzem, hogy nagyon sok kérdés megválaszolásra került, és nagyon olyan megoldások születtek, amelyek előre fogják vinni a magyar közösség sorsát itt Vajdaságban. Ugye nem, ez a rendezvény nem volt sajtónyilvános, viszont a egyes újságírók is meghívást kaptak erre. Pásztor István elnök úgy fogalmazott, hogy hát a közvélemény formálóiként kaptatok például ti is meghívót erre a rendezvényre. Ti hogy látjátok, miért volt szükség arra, hogy ekkora körben, ilyen formában történjen meg egyfajta válaszkeresés az előállt helyzetre? Én pozitívnak tartom azt, hogy egy szélesebb kör tulajdonképpen meghívást kapott erre a tanácskozásra, és ez azért is volt jó, mert azért ugye nem volt sajtónyilvános, úgyhogy mi, akik bent voltunk, mi tudjuk, és elmondhatjuk, hogy szerencsére mind a két oldalon hangzottak el érvek, ellenérvek, voltak kritikusabb felszólalások is, ami úgy gondolom, hogy mindenképpen pozitív hozadék a ennek az egész tanácskozásnak. Másrészt viszont úgy gondolom, hogy tulajdonképpen megért már a helyzet erre, ami most tulajdonképpen kimondásra került, mert az a képzeletbeli választóvonal az nem most lett elmosva ezek a választások után. Ennek az elmosására 2008-ba került sor, amikor a demokraták és a szocialisták aláírták azt a történelmi megbékélési egyezményt. Erika?
Hát én meg úgy gondolom, hogy ez olyan súlyos probléma, tehát olyan nagy változások várhatók itt, illetve már történnek, ahogy Kornél mondja, és egyetértek vele, hogy nem máról holnapra történtek ezek a változások és a választóvonalak eltűnése. Olyan politikai szintéren olyan erőteljes változások vannak, hogy én indokoltnak tartok mindenféle megvitatást, és az, hogy ilyen széles körbe, én eddig ezek a tanácskozások, ezek nyilvánosak voltak, és én azokon részt vettem mindegyiken, és én úgy gondolom, hogy ez sokkal hasznosabb, mint hogyha bezárkózik a párt, lehet, hogy kifelé úgy tűnik, hogy van legitimitása ezek után bármilyen döntés is születik, de nekem is meggyőződésem, hogy megérett rá a helyzet, és annyira feszítette már a falakat, az indulatok úgy fölgyülemlettek, hogy itt tényleg lépni kellett a pártnak. Hát én attól tartok, hogy az önkormányzatokban ezek a változások, ezek nem értek véget. Hát itt még akár Szabadkán is el tudom képzelni, hogy önkormányzat összetétel változást történik. Politikai téren, a politikai pártokon belül forrong ez a helyzet, illetve az önkormányzatokban, ahogyan elhangzottak itt megfogalmazások, vagy úgy érzik, úgy látják, hogy közösségen belül is? Tehát, teszíti az embereket, a magyar embereket ez a kérdés, hogy demokraták, haladók miért így van minden, ahogy van? Hogy látják? Szerintem mindig az alapvető célból kell kiindulni, az alapvető cél pedig az, hogy itt próbáljunk jobban, szebben, okosabban, békében élni. És a Vajdasági Magyar Szövetségnek kötelessége ezt biztosítani, és most ebben az előjárt helyzetben, amikor egyszerűen országos szinten kialakult egy olyan többség, amely messze menően más, mint az előző volt, és amikor ez a kialakult többség meghirdette, hogy községi szinteken is szeretné ugyanezt megvalósítani, itt a Vajdasági Magyar Szövetségnek nem szabad passzív tényezőnként várni azt, hogy na, mi fog velünk történni magyarokkal, hanem kezdeményezőleg, illetve követnie kell a fejleményeket, és elébe kell menni az eseményeknek olyan formában, hogy lehetőséget kell teremteni arra, hogy a vajdasági magyarság érdekét minden községben az ott kialakult körülmények alapján meg tudja valósítani. Ezért volt fontos tanácskozás, hogy erre kapjunk egy legitimitást. És meg is kaptuk. Magán a tanácskozáson Pásztor István bevezető beszédében is a nagybecskereki példát hozta elő, és általában a Bánátban előállt politikai helyzetre hivatkozott akkor, amikor ezt a kérdést ugye napirendre tűzte, hogy mi a jobb konstruktív ellenzékként jelen lenni Bánátban például az önkormányzatokban, vagy pedig hát lepaktálni a haladókkal. Most ezt én így tolmácsolom ezt a kérdést, és persze a pártelnök szájából nem így hangzott. Ön ott elsőként Magyar Kanizsán szólalt fel, és ismertette mindazt, amit hát mi innen talán nem annyira ismerünk. Mi az, ami most Nagybecskereken történik? Hát visszamenőleg van ennek múltja olyan vonatkozásban, hogy az elmúlt 8 évben, ami per pillanat a VMS koalíciós partnere, a Demokrat és a Liga, azok, amelyek képviseltették a hatalmat a becskereki önkormányzatban, annak retén a VMS is jelen volt a hatalmi felosztásban, és annak szerves része volt, és gyakorlatban viszont azt tapasztaltuk, hogy tulajdonképpen legnagyobb a terepen, legnagyobb, hát mondhatom, hogy vetélytársunk, nem mondhatom, hogy ellenfelénk, épp azok voltak a helyi problémák megoldásában. Mindenekelőtt különösképpen ott, ahol a VMS és önkormányzatok voltak, hogy igyekeztek megakadályozni azt, hogy valamilyen források érkezzenek, valami pályázatok megvalósuljanak. Mármint a demokraták? Így igaz. És a ligások olyan vonatkozásban, ezt mi a gyakorlatban tapasztaltuk legjobban. Konkrét esetben Muzsla azon Közép-Bánát legnagyobb magyar településének egyike, ahol a falunak az infrastruktúráját, a több kilométeri aszfaltot, mind ami egy városra jellemző, azt önerőből építettük ki, és ezáltal az elmúlt évtizedek folyamán a falunak volt egy politikai-gazdasági önállósága is. Független attól, hogy a város hogy viszonyult a településhez, a környező magyar lakta falvakhoz, ebből a saját helyi járulékból meg tudtuk valósítani mindaz, amire szükséges volt a kommunális tevékenységre, de ugyanúgy a civil szerveződés fejlesztése, beruházások, a középületek fenntartása, tehát érdük a saját életünket.
amiket függetlenül attól, hogy a politikai változások hogyan is történtek a szélesebb régióban. És ez nem tetszett a nagy politikának. Látva azt, hogy a Muzsla és a környező magyar falvak milyen, de hogyan szavaztak a választások különböző szintjein, és mindig jól sorakoztunk föl, tehát az adott esetben mindig tudtuk, hogy ezt a VMS által fölsorakozás, ez nagyon fontos volt az ottani középbánáti magyarság számára, és ez nem tetszett, mert a koalíciós partnereink nem kaptak elegendő szavazatot, tudván azt, hogy ők is a szorványban a magyarság szavazataira pályáztak nagy vonatkozásban, és ezt úgy tették, hogy a helyi járulék ellen szavaztak, kampányoltak, megtettek mindent annak érdekében 2010-ben, hogy ne sikerüljön. Függetlenül attól, hogy a polgárok, azok, akik kivonultak az urnák elé, körülbelül a lakosság 20%-a, köztudatban mostan körülbelül 6900 szavazó polgár van, és ez nem volt elegendő ahhoz, hogy az újabb 5 évre, 10 évre kiszavaztassuk. Ezáltal lehetőség adott, hogy rátegyék kezüket a civil szférára és az önkormányzatokra, és ennek fordulában meggátolták a VMS ilyenfajta aktivitását vagy agitációját a civil szférában, a különböző beruházások megvalósításában, köztudott, hogy az eszközök azok kinek a hatáskörében rendeztek, és a választások az utolsó alkalommal, amikor voltak a 2012-es májusi választások, ottan legnagyobb vetétársunk épp ők voltak. És fölmerült a kérdés, hogy ilyen vonatkozásban, mivel mi is a demokrata és a ligával ilyen konstruktív ellenzékbe vonultunk, hogy elvárjuk, hogy az elkövetkező 4 évre továbbra is ez a helyzet továbbra is fönnmaradjon, illetve ellenzénként azt fogjuk kapni, amit az ellenzék kap sajnos a balkáni események, ezt úgy kellőképpen tudják ecsetelni. Vagy pedig... Tehát koalíciós partnerként sem kaptak túl sokat, nem? Egyáltalán semmit. És ez a félő, mert 2013. februárjában a helyhatósági választások lesznek az önkormányzatokban, a helyi közösségekben, és mint tanácselnök be kell, hogy számoljak valamiről, hogy az elmúlt 4 év folyamán mi mellett álltunk ki, és milyen célokat tudunk megvalósítani annak érdekében, hogy a polgárok bizalmát az elkövetkező 4 évre ismét ki tudjuk érdemelni. És fél, hogy ilyen vonatkozásban nem tudunk előrelépni, illetve magyar közösségek szempontjából nem tudunk semmit se tenni. És fölmerül a kérdés, hogy hogyan tovább. Tehát továbbra is akarunk konstruktív ellenzékként, vagy pedig akarunk a hatalomhoz abban a döntések meghozatalában részt venni, és az eszközök szétosztásában mi is beleszólni, és azokhoz a célkitűzéseket, amit megfogalmaztunk a választások előtt a VMS célkitűzés az önkormányzatok szintén, ezeken akarunk egy szerves részei lenni, vagy pedig várjuk azokat a dolgokat, amit ellenzékként ez a település már az elmúlt 8 év folyamán megkapott. Azt hogyan látják önök, hogy ebben a pillanatban a haladók, amikor hát végül is forog az egész belpolitikai helyzet, hajlandóbbak lennének inkább nyújtani valamit a magyar közösségnek, mint a demokraták? Tehát megfogalmazható ez elérhető célként, amit Hallai Zoltán elmondott? Szerintem a gyakorlat fogja ezt megmutatni, de én úgy érzem, hogy a Szerb Haladó Párt egy olyan tömörülés, amely kevésbé, hogy így idézőjelbe tegyen, veszélyes a vajdasági magyarság jövője szempontjából, mint amire mondjuk a Demokrata Párt. És a Demokrata Párt által képviselt ezt még arra irányultak, hogy majd ők megmondják. De hát ez nagyon súlyos mondat, amit ön persze, mondott. Persze, szándékosan mondtam ezt a mondatot. De nincs túl nagy összhangban azzal, amit a kampány során például, vagyis hát a kampány után finisben megfogalmaztak. Tehát a politikai realitás mindig mindig kialakul, tehát egy dolog, ami ma érvényes, másik az, amit az idő hoz magával, tehát aki nem tud alkalmazkodni, az el fog veszni, tehát nekünk alkalmazkodni kell, és egyértelmű, amit próbáltam kifejteni, az pedig az, hogy a Szerb Haladó Párt egy olyan tömörülés, amely nem elsősorban a magyarság érdekét, hanem nem úgy érez, úgy legalábbis én személy szerint úgy érzem, hogy hamarabb el fogja fogadni a magyarság önmagáról alkotott véleményét, önmaga által kitűzött céljait, mivel hogy ő is hasonló célokat fogalmaz meg a szerbség irányába. És hogy gondolja, hogy esetleg a Szerb Haladó Párt nem hajtana olyan mértékben magyar szavazatokra, mint mondjuk a Demokrata Párt, hogy ilyen vonatkozásban sem lehetnek konkurensek? Személy szerintem mégis fölött különbség van a két. De Zentán például itt a közügyekben is vendég volt, hogy Zentán alakult ugye a Szerb Haladó Pártnak helyi tagozata, szervezete, és hát ott is ugye értelemszerűen magyarok kapcsolódtak be ebbe a pártba.
Jó, hát amennyiben a magyar többségi községet nézik, ott valóban van egy ilyen jelenség, de én úgy érzem, hogy a Vajdaság egészét nézve a Vajdasági Magyar Szövetségnek érdeke az, hogy olyan pártokkal szövetkezzen, amelyek Szerbiát Európa fele szeretnék vinni, és amelyek egyértelműen elfogadják azt, hogy a magyarok tudják legjobban megmondani, hogy mi az ő érdekük, azok a magyarok, akik nincsenek függő viszonyban egy belgrádi központú párton. Uh-huh. És ez a szerb haladó párt ebben a pillanatban? Ebben a pillanatban a szerb haladó párt, igen. Önök folytattak valamilyen, szerettél volna most szólni, jól láttam? Igen, azt szeretném volna ehhez hozzátenni, hogy én ebben a helyzetben, ugye most ezen a magyar kanizsai tanácskozáson mi történt? Az történt, az elnök úr azt mondta, hogy nem fogják, és ezt a tanácskozást követő, tehát szeretném hangsúlyozni, hogy nem belső dolgokat fogok el kibeszélni, hanem a tanácskozás után nyilatkozta, hogy a koalíciókat, és ez a bejátszóban benne is volt, a meglévő koalíciókat nem fogják fölrúgni, ám ha a helyzet úgy hozza, nem kezdeményezőként, de aktív részesként részt fognak venni. Számomra ez az egész helyzet olyan értelemben érdekes, hogy nincs többi az országos szinten, tartományi szinten érvényes fölállásnak a kivetítése önkormányzati szintekre. Nem azt mondom, hogy szabad a rablás, hanem én ezt tartom pozitívnak, hogy minden közeg, a helyi emberek döntsék el, illetve azok tudják a legjobban, hogy nekik mi a jó. A haladó pártban is emberek vannak, a demokrata pártban is emberek vannak. És nem olyanok, mint országos szinten, hanem másmilyenek. Hogy milyenek? Hát azt nyilván ott helyben tudják eldönteni. Helyben, Nagybecskereken milyenek a haladók? Tudni kell azt, hogy Nagybecskerek területén több mint 13%-at képezik a magyarok. És ennek zöme, tehát 50%-a kimondottan Muzslán tömbben él. És a demokrata, illetve a köztudott, hogy az előző időszakban a demokrata pártnak és a ligának például az önkormányzati szinten érdekes, hogy mind magyarokat jelöltek. Úgy a becskereki önkormányzatban a muzslai, illetve Szent Mihály, Erzsébet, Lukács, stb. Területéről és Becskerek területéről, ugyanúgy, mint Muzslán is. De ugyanezt csinálták a ligások is. Ezzel ellentétben az utolsó választásoknak a tükrében mondhatom, hogy a haladók és a szocialisták azok nem kimondottan magyarokat és nem kimondottan helybélieket, hanem másokat futtattak. Tehát tulajdonképpen arra jöttünk rá ott helyben, hogy tulajdonképpen nekünk nem a vetélytársaink a haladó párt és a szocialista párt, hanem épp ellenkezőleg, mert szavaz azok eredmény is ezt bizonyította, hogy mennyit kaptak ők. Legtöbbet kapott például a muzslai területén a Liga, utána a VMS kapott, a Demokrata Párt is, haladók, mondjuk ott vannak az 6.-7. helyt a szocialistákkal ilyen vonatkozásban, ami azt jelenti, per pillanat a VMS-nek nem kimondottan egyenrangú vetélytársa ilyen vonatkozásban, mert ők így is fogalmazták meg, azt hangoztatták, mikor még Becskerek területén még ki nem alakult az önkormányzat, aztán tudni kell, hogy a 67 képviselőből 33-at adtak a demokraták és illetve elnézést a haladók és a szocialisták, második oldalon a demokraták, a ligások és a VMS, viszont a kettő átállt a ligások közül, és így alakult ki a 35 a 32-vel szemben. Ilyen vonatkozásban őnekik fontos az, hogy én úgy érzem ez, és tapasztalom is, hogy minden napjékban, amikor nyilatkoznak a rádióban, a sajtóban, hogy a nemzetiségek kérdésében, a nemzeti készségek, ez amit a Karcsi mondott, hogy legilletékesebbek, hogy ők mondják el, hogy milyen ügyesbaj és gondjaik vannak, ilyen vonatkozásban és ilyen vonatkozásban tenni is akarnak. És még egy érdekes ebben az egészben, hogy a becskereki önkormányzatban per pillanat a hatalomban egyetlen egy magyar sincsen. Köszönöm, hogy az előző időszakban sikerült kiharcolni a magyar nyelv ápolását a Vozovodában, az államiskolákban beindult a magyar oktatása az MNT-nek és a VMS-nek kampányolásának köszönve, de ugyanakkor 6 középiskolában beindult a magyar osztály, első osztályok. De ott működik a becskereki lánykollégium és a muzslai fiú kollégium, amely ennek föltöltése. Tehát vannak olyan értékek, a sajtó, rádió, stb., amelyeket nekünk az elkövetkező időben igenis sikra kell, hogy szálljunk, hogy maradjanak még azok az oktatási, kulturális
stb. Érdekképviseletek és értékek, amelyek az elmúlt időszakban, és én szerintem úgy látom, hogy ilyen vonatkozásban is a haladókkal ez ilyen belső sugallat. Tehát ilyenfajta tanácskozás nem került. Ha erre majd sor kerül, akkor valószínűleg... Tehát nem egyeztettek még. Nem, mert nem kaptunk ilyen vonatkozásban zöldfényt. Abban az esetben ezeket a célokat, amelyek itt elhangzott a tanácskozáson, az MNT által, a VMS által, és mi általunk, amit megfogalmaztunk, benne volt a kampányunkban, a májusi választások időszakában, mi csak akkor tudjuk ezeket megvalósítani, ha az mellett van anyagi fedezék is. Mert az intézményeinket kell, hogy valaki azt anyagilag támogassa. Nem utolsó sorban, mi is adófizetőik vagyunk. Tehát, hogyha ebben a vonatkozásban mi nem kapjuk meg azt az adófizetőknek, nem tudjuk eljutatni a magyar polgároknak, a civil szerveződésnek, és ne soroljon fel a többieknek, amit befizetünk a közös kasszából, hanem ezt mások élvezik, akkor azt hiszem, hogy felelősségünk van olyan vonatkozásban, hogy hol voltunk mi akkor, amikor ezeknek a döntéseknek a meghozatalában kirekesztettük saját magunkat, vagy kirekesztenek bennünket, és mi nem tettük annak érdekében, hogy igenis részesei lennek. Én nem úgy fogalmaznék, hogy a haladókkal, hanem per pillanat a hatalommal. Uh-huh. Tehát én úgy képzelem el, hogy a nemzetiségnek két képviselője van a Becskereki önkormányzatban. Mi már kisebbségben vagyunk, és hogyha mi saját magunkat ilyen vonatkozásban még jobban kirekesztjük, akkor nem tudom, hogy hogyan fogunk ilyen vonatkozásban érvényre juttatni azokat az elvárásokat, amit joggal a választópolgároknak ígértünk. Fölmerül a kérdés, hogy mit is kellene ilyen vonatkozásban tenni. Tehát véleményem az, hogy igenis a hatalommal kell ilyen vonatkozásban természetesen, hogy azokat a dolgokat, amelyek megfogalmazódtak, ilyen vonatkozásban, én a tanácskozáson is két irányban láttam a tanácskozásnak a lebonyolítását. Az egyik, akik a gyakorlatban ott vannak, és minden nap a polgárokkal együtt vannak, és hallják azoknak az észrevételét, ez az egyik része a felszólalóknak. A másik része viszont, aki elméletileg megfogalmazódott, és ilyen megfogalmazásaik vannak, nem a gyakorlatból, nem a reálpolitika szüleménye, azok egészen másképp látják a dolgokat. Mindjárt folytatjuk, egy rövid reklámszünetet tartunk most. Mindannyian tehetünk azért, hogy a magyar nyelv megmaradjon és teret nyerjen a magán és a közéletben. Értékeljük azokat, akik sokat tettek azért, hogy a magyar nyelv a hivatalos használatban is az őt megillető helyet vívja ki magának. Az MNT Nyelvhasználati Bizottsága pályázatot hirdet a magyar nyelv hivatalos használatáért díj odaítélésére. Az elismerésre azokat a személyeket terjeszthetik fel, akik a magyar nyelv hivatalos használata területén kimagasló teljesítményt nyújtanak. Jelölési határidő 2012. november 20-a. Részletek a www.mnt.org.rs honlapon vagy az MNT közigazgatási hivatalában. Érezzük magunkat itthon a szülőföldünkön, magyarul. A közügyek főtámogatója az OTP Bank. Egy témánk van ma a közügyekben, VMS haladók és vagy demokraták címmel. A vendégeim a stúdióban maradtak, Pál Károly, a Vajdasági Magyar Szövetség ügyvezető alelnöke, Hallai Zoltán, a Muzsely helyi közösség elnöke, Bajtai Kornél és Kabók Erika újságírók, és hát amíg önök reklámot néztek, mi itt körülbelül odáig jutottunk, hogy na nehogy már a haladókat dicsérjük itt végig, és én úgy gondolom, hogy nagyon fontos mondat volt az, amit ön kimondott, mielőtt reklámszünetre mentünk volna, hogy nem a haladók itt a fő kérdés, hanem maga a hatalom és a hatalmon keresztül a magyar közösség érdek érvényesítése, és hát az élet színvonalának a javítása, az intézmények megmaradása. És ehhez szerettél volna te, illetve te is csatlakozni, és elmondani a gondolataidat, de tessék, téged kicsit kevesebbet hallottunk. Jó, hát én úgy gondolom, hogy a haladóknak önmagukat kell tisztára mosniuk. Ők megszerezték a hatalmat ott májusban, illetve utána ezekkel a különféle átrendeződésekkel, de nekik nagyon-nagyon sokat kellene még bizonyítaniuk, hogy ők valóban megváltoztak, és az az igazság, hogy eddig még nem sok minden történt, hogy tudjuk, hogy megváltoztak-e. Nikolicnak voltak ballépései, amikor Srebrenicáról beszélt, Horvátországról beszélt, tehát ő inkább elmérgesítette a viszonyt. Koszovó az, amiről még
hangzottak el dolgok, ismét fölmerültek ilyen kijelentések, amik szintén a csúnya múltat idézik, hogy referendumot kell tartani, hogy Koszovó vagy az Európai Unió. És ahogy a tanácskozáson is elhangzott, és többször fölmerül folyamatosan így újságírókban és az átlag emberekben is, hogy nagyon sok jele van annak, hogy egyfajta, és itt nem gyakorlati, mert hogy egy-egy embert visszamozgatnak, vagy nem mozgatnak, az nem olyan lényeges, hanem hogy valamilyen szinten látható, hogy talán mintha egy eszmei visszarendeződés is zajlana, és vannak, akik ezt megfogalmazták szerb kollégák közül, hogy 90 óta tulajdonképpen nem változott a program, csak az eszközök. Tehát, hogy tulajdonképpen továbbra is egy szerb erős nemzetállam megteremtése a cél, csak másféle eszközökkel. És hát, hogy csúnyában is fogalmazunk, mondta ezt valaki úgy is, hogy most nem fegyverrel, mert lerongyolódott az ország, tehát az nincs. Tehát ilyen jelenségek azok, amik a felszín fölött egyenlőre látszanak. Azok a mondatok, amik elhangzottak a kampányban, vagy azóta, hogy a kisebbségekhez ők hogy viszonyulnának, vagy hogy rendeznék a dolgokat, vagy akár Dacic kormányfő expozéjában elhangzott dolgok, ezek még mindig csak egy-egy kimondott mondat. Tehát én úgy gondolom, hogy a jövő mutatja meg, ők most kapnak egy esélyt, mert hogy hatalmon vannak, és hát a VMS is megadja nekik ezt az esélyt, de ők azok, akiknek bizonyítaniuk kell, hogy van bennük perspektíva. És elhangzott ezen a tanácskozáson, mindjárt megadom neked is a szót, hogy igen, kapnak a haladók egy esélyt, csak mi van, ha nem jól élnek vele? Mert benne van a pakliban, nem? Na most a VMS nem szándékozik legalizálni a haladókat, megtették azt a demokraták, amikor azt mondták, hogy együtt tudnak működni velük, megtették ezt számos európai tisztségviselő megtette. Tehát a Vajdasági Magyar Szövetségnek alapvető érdeke, hogy községtől szemléli a dolgokat, és hogy megtalálja azt a megoldást, amely az ott élő magyarságnak legjobban megfelel, figyelembe véve az alapvető érdekeket. Tehát nincs klisé, nincsen sablon, tehát ez községtől függően fog alakulni a helyzet. Erika? Én azért jelentkeztem szólásra, mert én... Hogy mondjam, ez a probléma attól súlyos, meg az elején, amiről beszéltünk, hogy itt feszíti a közvéleményt. Hát mi feszíti? Hát az feszíti, hogy senki a bejátszóba is elhangzott, hogy bizony Sesely, akinek a legközelebbi munkatársa, tehát össze voltak nőve Nikolics meg a Sesely a 90-es években a háború idején, szendvicseket ígérgetett kettőt a magyaroknak, hármat a szlovákoknak, mert azok távolabbra mennek. Aztán nem kell elfelejteni, amikor már haladó párti volt, és parlamenti képviselő volt, Nikolics minősíthetetlenül viselkedett a parlamentben, nem egy olyan kiszólása volt, ami tényleg nem tűr nyomdafestéket. Tehát én nagyon nagy gyanakvással fogadom ezt az egész haladó hatalmat. Nem zárkóznék el önkormányzati szinten a koalíciótól, vagy a tárgyalástól, mert nekem az egyik zombori politikus nyilatkozta, mondtam neki, hogy minden áron el kell, hogy fogadjuk, vagy minden áron a haladó kellene, hogy legyenek a VMS-nek a partnerei, azt mondta, nem kell elfogadni. Nem kell. És akkor mi van? Akkor nem harcolhat Bezdámba a magyar iskoláért, nem harcolhat Apatinba a nem tudom miért, nem lesz óvodatámogatás, nem lesz ilyen támogatás, nem lesz semmi. Igen, Hallai Zoltán is ugyanaz erről beszélt, becskerek vonatkozásában. Ugyanakkor még egy mondat elhangzott azon a tanácskozáson, ami ilyen általános érvényű, hogy kisebbségben jól politizálni nem lehet, csak kevésbé rosszul. Én szerintem azt kell megnézni, hogy mi az, amiből ebben a helyzetben, amiből a legtöbb profit van. Vannak még magyar pártok Vajdaságban, akik önmagukat rekesztették ki mindenhonnan, hát láthatjuk, hogy hová jutottak. Tehát az biztos, hogy át kell gondolni, és biztos, hogy nagyon súlyos problémák ezek, amit lépésről lépésre, és amint az alelnök úr mondta, egyedi problémaként kell kezelni és megoldani.
beszélhetünk ezekről az egyedi problémákról. Az egyik egyedi probléma, ami megoldásra vár, az lesz a nagybecskereki történet, a másik mindenféleképpen Kishegyes, erről beszélt már itt a közügyekben is. Kishegyeset beszéljük át most gyorsan. Csak előtte egy fél gondolat. Igen? Tehát arról beszélnünk, hogy a szerb radikális párt annak idején mit mondott, ez tény. A szerb haladó párt ebből a radikális pártból nőtte ki magát. Igen. Tény. Ugyanígy tény az, hogy a szocialista párt is ezt az országot tönkretette. Ugyanúgy tény, hogy a demokrata párt, amely most ezeken a választásokon mindent megtett azért, minden állami forrást felhasznált arra, hogy a VMS-t marginalizálja. Tehát ezek is tények. Tehát nekünk önmagunkat kell nézni, a magyarságot kell néznünk, és önmagunk számára kell megtalálni adott közösségben a legjobb megoldást. Nézzük Kishegyest. Ott, ahol például Kishegyes a térségben, ahol a demokraták fölülírták. Egyszerűen fölülírták azt a megállapodást, amelyet Tadics elnök úr bármilyen elnöki pozíciójában és Pásztor elnök úr aláírtak arról, hogy a VMS, a Demokrata Párt és az SPS képezi a községi hatalmat olyan formában, hogy a VMS adja a polgármester, a demokraták adják a KKT elnököt, és így tovább. Ezt a Demokrata Párt Kishegyes községben fölírta, azt mondták, hogy csak ők adhatnak polgármestert, adtak is polgármestert, kialakítva egy többséget, amely minimális. A gyakorlat azt mutassa, hogy a magyar polgármesterasszonyt verbálszületre Újvidékről irányítsák, mivel hogy hát irányításra szorul, és egy olyan helyzet alakult ki, amely egyszerűen türetetlen, hiszen Demokrata Párt nem tartotta be a megállapodást is, és teljesen logikus, hogy mindent meg fogunk tenni azért, hogy ez a helyzet megváltozzon olyan formában, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség, mint a legerősebb párt, amely a választásokon legtöbb polgár bizalmát szerezte meg, Kishegyesen újra helyzetbe kerüljön, és újra teljesen a község érdekébe. Beszélhetünk már arról, hogy hogyan? Tehát egyértelműen úgy, hogy a meglevő 25 tanácsnokból, kik hogy alakuljon, legalább 13 főt számláló. Ez egyértelmű, ettől konkrétabban az, hogy a szerb haladó párt kezdeményezi a változást, és minden tekintetben a Vajdasági Magyar Szövetség ehhez csatlakozni fog, és hamarosan nyilvánosságra fog kerülni a megoldás módja, azzal, hogy azt előtte a Vajdasági Magyar Szövetség testületei fogják legalizálni. És ez minden községre érvényes. Tehát ez azt jelenti, hogy most nincs egy olyan általános felhatalmazás minden önkormányzat számára, hogy akkor innentől kezdve péntek óta lehet bármit csinálni továbbra. Nem. Is azért a párt fővezetése elé kell terjeszteni az egyedi eseteket? Tehát mindegyik községi szervezet lássa legjobban azt, hogy mi az ő érdeke adott község vagy magyarsága tekintetében, és ehhez kapcsolódóan pedig egy jóváhagyásnak kell lenni a párt testületei részről, mert különben hát ez valószínűleg, hogy elmenne egy másik irányba, amely nem célunk. Említettük ugye Kishegyest, Becskerek, mi még, ami várható? Tehát nagyon sok olyan község, város van, ahol változásra kerülhet sor, azzal, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség nem lesz kezdeményezője ellenben, amennyiben a helyzet úgy adódik. De miért legyen, hogy magyar... képezik? Tehát úgy adódik, ha van egy kezdeményezés, és a kezdeményezésnek nincs meg a többsége, csak majdnem, és a VMS lenne ez, aki a majdnemből ugye megcsinálná a valós helyzetet, a mérleg nyelve lenne, akkor abban az esetben? Ez mindenféleképp egyéni mérlegelés dolga, mert tudni kell azt, hogy nagyon sok függ attól, hogy melyik tömörülés tud több támogatást, több életteret hozni a adott községben a magyarság számára, ki tud több pénzt hozni a konyhára, hogy így fogalmazzak, és most, amikor ebben az országban valóban nincs pénz, hanem Európából tudok talán valamennyi támogatást várni, akkor mérlegelni kell, és így gondolom, hogy van egy helyi meglátás, illetve van egy globális meglátás, amelyet a VMS szervei fognak értékelni. Erika itt már korábban úgy fogalmazott, hogy hát Szabadkát is el tudod képzelni egy ilyen önkormányzatnak, amelyben változás következhet be, elképzelhető? Nincs tabu téma. Tehát nincs tabu téma, az idő sok mindent ki fog forogni, és sok minden el fog dőlni akkor, amikor a Demokrata Párt megtartja az ő saját közgyűlését, és meglássuk, hogy a Demokrata Párttal mi is lesz valójában.
De most bocsánat, akkor én kicsit átveszem az újságírói szerepet, és Pál urat, mint ügyvezető alelnököt megkérdezem, hogy megkeresések voltak Szabadkán esetleg? Mert ez minket mindannyiunkat nagyon érdekel. Köszönöm tehát, a kérdezést. El kell mondanom azt, hogy minden községben, minden voltak városban vannak mozgolódások, amelyek arra irányulnak, hogy valamilyen dinamikában változások történjenek, tehát ez alól persze nem kivétel egyik közösség se, de az, hogy mi fog történni, az nem a megkeresőktől fog függni, hanem elsősorban a Vajdasági Magyar Szövetségtől, hiszen ő globálisan kell, hogy nézze a magyarság érdekét. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a szabadkai magyarság érdeke fölülírja mondjuk az összvajdasági magyarság érdekét, vagy pedig a kishegyesi magyarság érdeke fölülírja, hanem ezt így valahogy globálisan kell nézni. És ahogy... De fontos kérdés itt a tartományi pozíció is, amely beleszólhat abba, hogy végül is hol, merre állhat a VMS, nem? Tehát egyértelmű az, hogyha a vajdasági kormány, a vajdasági képviselőház az előző időszakban jobban kiállt volna a vajdasági érdekekért, lehet, hogy talán nehezebb lenne azt most visszavonni, ami hát folyamatban van, de én úgy érzem, hogy a vajdaság továbbra is egy fontos célkitűzés a Vajdasági Magyar Szövetség számára, hogy a vajdasági autonómia megmaradjon, szélesedjen, és ehhez mindenféleképp szükséges a Vajdasági Magyar Szövetség támogatása, hiszen a Vajdasági Magyar Szövetség az, amelyik próbál. De adott esetben azért eljuthat a Vajdasági Magyar Szövetség abba a pontba, amikor a demokraták válaszút elé állíthatják önöket, hogy vagy a tartományi pozíció, és azon keresztül például a pénzek leosztása a magyar közösségi célokra, projektumokra, vagy pedig az önkormányzatok. Akkor... Na most én gondolom, hogy a demokrata pártban vannak olyan politikusok, akik föl tudják mérni a helyzet alakulását, és ilyen öngyilkos lépés. Nem fognak. De miért lenne ez öngyilkos lépés? Szerintem a vajdaság autonómiát a magyarság legitim képviselői nélkül nem lehet megvalósítani, és a Vajdasági Magyar Szövetség ebben az országban, tehát országos szinten és tartományi szinten is a magyarság legitim képviselője. Tehát valamilyen formában együttműködést kell kialakítani, és én gondolom, hogy ez nem lesz probléma a demokrata párt részére sem, attól függően, hogy alakul majd a közgyűlésük. Én úgy gondolom, hogy ez lesz egy olyan D-nap ezekben a viszonyokban, a párton belül tisztújító közgyűlés. Most azt tudjuk ugye, hogy van két nagy tömb, ami egymásnak feszül, az egyik Tadics és az ő mögött álló emberek, illetve a másik oldalon van Gyilasz, és Pajtics, ezt tartom fontosnak, mert ott van Pajtics és Jésics is, aki nem véletlenül hagyta ott végül az indiai polgármesteri széket, és közvetlenül Pajtics mellett munkálkodik, és én úgy gondolom, hogy attól függően, hogy melyik oldal kerül ki győztesnek, vagy hogy esetleg még szakadásra is kerül-e sor a demokrata pártban, ez az, ami generálhat változásokat tartományi szinten, és én úgy gondolom, hogy ezután történhetnek akár mélyebb, meg tektonikusabb változások is, akár több szinten. Erősítse meg ezt most ön itt, hogy Bajtai Kornél jól látja a helyzetet. A Vajdasági Magyar Szövetségnek alapvető érdeke, hogy köztársasági, tartományi és községi, városi szinteken is maximálisan képviselje a vajdasági magyarság érdekét, és ebben nincsenek játékszabályok, itt mindig az adott pozíció fog érvényesülni. Én azt gondolom, hogy ameddig most eljutottunk, a tartományi hatalomgyakorlás, illetve pozícióleosztás, csak az mentheti meg Szabadkát. Tehát, hogy Szabadkán ne kerüljön sor változásokra. Ugyanis emlékezzünk vissza, hogy közvetlenül a választások után, ott valamikor június elején még nem alakult meg az önkormányzat, akkor Golyko Rádics, a Szabadkai Haladópárt elnöke, a sajtónak nyilatkozott, és azt mondta, hogy polgármesteri széket kínálnak a VMS-nek. De ezt mostanában ismét felkínálták, nem? Tehát én szerintem Szabadkai történet az most még nem aktuális annyira, hogy erről bővebben beszéljünk. Én viszont azt gondolom, hogy időzhetnénk ennél egy picit, ugyanis Szabadkán a választásokat, az önkormányzati választásokat a Demokrata Párt, illetve a VMS nyerte. Ki irányít Szabadkán? Inkább hajlandó volt a Demokrata Párt nagy koalíciót létrehozni, hogy ne jusson szerephez a VMS
ugyanúgy olyan pozícióban van, mint akármelyik szinte, akármelyik koalíciós partner. Nagy béka volt ez a demokrata pártnak is, nyilván. Na de hát a BMS számára, ma a magyarság számára Szabadka a politikai, gazdasági, kulturális és szellemi központ. Nekünk nem mindegy a szabadkai önkormányzatnak az alakulása, és én ebből indultam ki, amikor azt gondoltam, és gyanítom, hogy itt a háttérben nagyon komoly beszélgetések folynak, nem elégedhet meg Szabadkán második pozíción befutó párt azzal, hogy marginalizálják, és leszavazható mindenféle fórumon, testületen, tehát én indokoltnak tartom. Mielőtt tartanám. Meghallgatjuk Pásztor István VMS elnök záró beszédének egy részét a magyar kanizsai tanácskozásról, kíván erre reflektálni, amit Erika most mondott. Tehát a Vajdasági Magyar Szövetségnek érdeke az, hogy Szabadka, mint regionális magyar központ méltóképpen képviselje önmagát, ehhez kell, ehhez partner kell. És egyértelműen igaz az, hogy a demokrata párt jelenleg, illetve az előző időszakban végképp nem volt olyan partner, amely a teljes együttműködést tudta volna biztosítani. És ezért kell egy folyamatban megkísérelni azt, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség révén a szabadkai magyarok, a szabadkai magyarság megkapja mindazt, ami kell ahhoz, hogy itt Szabadkán ez a regionális jelleg megmaradjon és fejlődjön. Jó úton halad ezen az úton a politikai élet Szabadkán? Megkapja most a magyarság? Az idő fogja ezt megmutatni, szerintem vannak jelenleg is problémák, hiszen az elmúlt ciklusból beidegz. De önök elégedettek ezzel a mostani helyzettel, ami Szabadkán tapasztalható? Én nem mondhatnám, hogy elégedettek vagyunk, mert ha azt mondanám, akkor az nem volna igaz. Akkor most együtt megnézzük Pásztor István VMS elnök záró beszédének egy részét, amit Magyar Kanizsán mondott a tanácskozás végén, utána pedig folytatjuk a stúdióból. Vajdasági magyar közösség számára az irányadó a politikai döntéshozatalok szempontjából nem az kell, hogy az irányadó legyen, hogy a demokrata párthoz hű, vagy valaki máshoz hű, hanem az kell, hogy az irányadó legyen, hogy önmagához legyen hű, és önmagához maradjon hű. Az, amikor a Tamás arról beszélt, hogy a programok azok, amelyek az együttműködésnek az alapját kell, hogy képezzék, akkor azt gondolom, hogy nem csak az MNT programra kell gondolni, nem csak az MNT stratégiáira kell gondolni, hanem például a májusi választásokon fölmutatott választási programra is kell gondolni, mert az is tartalmazza azokat az elemeket, amelyek a politizálásnak a mesgyeköveit kell, hogy képezzék. Én nem hallottam itt olyan megfogalmazásokat, amelyeket receptszerűen holnaptól vagy ettől a pillanattól alkalmazni lehetne. De igazából nagy megkérdőjelezéseket se hallottam arra vonatkozólag, amit mi eddig döntések formájában megfogalmaztunk vagy meghirdettünk. Engedjék meg, hogy ezt összefoglaljam. Ebben a pillanatban nekünk van egy létező partnerkapcsolatunk, van egy kialakult helyzetünk, politikai helyzetünk Belgrádban, Újvidéken és a 28 önkormányzatban, ahol jelen vagyunk. Én nem hallottam senkitől ma este azt, hogy bármelyik helyen ezeket a helyzeteket föl kell rugni. Nem hallottam senkitől, hogy indítványozzuk ezeknek a helyzeteknek a fölbontását, megváltoztatását. De ugyanakkor azt hallottam, hogy ha a helyzetek meg fognak változni, abban az esetben a helyi érdekeket figyelembe véve, a hosszú távú politizálás érdekeit figyelembe véve, ezeket a helyzeteket figyelembe véve, ezekhez alkalmazkodva kell meghoznunk a döntéseket. Az én számomra így fogalmazható meg a politikai cselekvés vonatkozásában az,
ami ebben az elmúlt 2,5 órában itt elhangzott. Ez az én számomra azt jelenti, hogy a döntéshozóknak a helyzete, az elnökségnek a helyzete, azoknak, akik az elnökséggel együtt működnek minden egyes héten, mert legalább hetente egy elnökség ülésünk van, nem lesz könnyebb. Viszont könnyebb lesz olyan szempontból, hogy a helyi érdekeket figyelembe véve, a változásokat figyelembe véve tud olyan döntéseket hozni, amelyek elsősorban a helyi érdekeket szolgálva hosszú távú érdekeket képviselnek. Én így fogalmaznám meg azt, ami itt elhangzott, és azt gondolom, hogy talán nem áll távol attól, ami a felszólalóknak a szándéka volt, vagy azoknak a szándéka és elvárása, akik nem szólaltak föl, viszont itt vannak. Részletet láthattak Pásztor István VMS elnöknek a magyar kanizsai tanácskozáson mondott záróbeszédéből. A közügyek mai témája az egész műsor alatt VMS haladók és vagy demokraták. Vendégek pedig Pál Károly, a Vajdasági Magyar Szövetség ügyvezető alelnöke, Halai Zoltán, a Múzsei helyi közösség elnöke, és itt van két újságíró kollégám is, Kabók Erika, illetve Bajtai Kornél. Így összegzésképpen, hogyha összefoglaljuk most az, amire pénteken jutottak Magyar Kanizsán. Ez konkrétan azt jelenti, hogy köztársasági szinten marad a konstruktív ellenzéki szerep, a tartományban maradnak egyelőre a demokratákkal, önkormányzati szinten pedig helyzete válogatja? Tehát elvileg olyan változás nincs, amely egedrengető lenne, tehát köztársaság szinten továbbra is konstruktív ellenzénként fog tevékenykedni a Vajdasági Magyar Szövetség, tartományi szinten a hatalom részesei vagyunk, és minden község, minden város szintjén pedig egyéni mérlegelés alapján fog a VMS testülete dönteni arról, hogy mi jobb a Vajdasági Magyar Szövetség program céljainak a megvalósítása tekintetében együttműködni a demokrata párttal, vagy pedig együttműködni a szerb haladó párttal, vagy pedig másokkal, attól függetlenül, hogy mit jelent. Mit jelent? Tehát azt jelenti, hogy mérlegelés lesz helyi szinten, utána pedig... Mi az, amiből nem engednek? Tehát nem engedünk abból, amit a Vajdasági Magyar Szövetség programként a választások előtt meghirdetett, amire a Vajdasági Magyarság szavazott. Ebben a pillanatban akár úgy is tűnhet az emberek számára, hogy mivel egyes helyeken kimaradtak a hatalomból, ezért a hatalom miatt akár összeállnak a haladó párttal is, hallani ilyen reakciókat is, meg hallottam én olyan reakciókat is, hogy hát minek maradni tovább a demokrata párttal, amikor állandóan kijátsza a Vajdasági Magyar Szövetséget. Tehát erről szó sincs, tehát nincs örök igazság, az élet megy tovább, és menni kell előre, és keresni kell azt a megoldást, ami a vajdasági magyar polgárok számára a legmegfelelőbb ezekben a nehéz időkben is, tehát keresni a megoldást arra, hogy lehet itt ebbe az országba boldogulni. És ez nem azt jelenti, hogy most majd a haladókkal, vagy pedig a demokratákkal, hanem azzal, aki legtöbbet tud tenni azért, hogy a vajdasági magyarok érdeke a VMS program céljai mentén minél nagyobb mértékben megvalósuljon. Ez a cél. Én alapvetően gyanakvó vagyok a haladókkal szemben, de annyit tudok ehhez hozzátenni, hogy a politikában nincs helye a szentimentalizmusnak. A politika az kőkeményen az érdekekről szól. És hogyha ebből indulunk ki, ezt tudomásul vesszük, akkor itt azt gondolom, hogy egészen letisztul a kép. Mi az érdek? Van egy közösség, annak az érdeke. Milyen kompromisszum, nem mindenáron, milyen kompromisszumok árán, na itt kezdődnek a tárgyalások. Itt csak egy mondatot szeretnék a végén. Mérlegeltük és mérlegeljük per pillanat is, hogy mit kapunk és mit veszítünk ilyen esetben. Tehát, hogyha maradunk konstruktív ellenzék, vagy hogyha a hatalom mellé állunk. És a mérlegelésnek egyik lehetősége ez a sok közül az viszont az, hogy csak abban az esetben tudunk érvényeinket, vagy céljainkat érvényesíteni, amennyiben a hatalom mellé állunk, mint kisebbség, hiszen nem vagyunk abban a pozícióban és helyzetben, hogy mi leszünk a mérlegelő nyelve, illetve mi leszünk azok, akik megfogalmazunk,
alkalmazzák a többség iránti elvárásainkat, illetve mi leszünk azok, akik majd a döntésekben mi fogunk dönteni. Tehát mi csak képviselni tudhatjuk a vajdasági magyarság konkrétan a szórványban lévőket, és minél jobb pozíciót ki tudunk harcolni, akkor abban az esetben én azt hiszem, hogy az elvárásaink úgy a szavazópolgárok, mint a VMS és az MET irányában érvényesíteni tudhatjuk. Kornél, tőled akkor egy mondatot, és akkor te zárod ezt a részt. Meglátjuk, mi lesz. Köszönöm szépen mindannyiuknak, hogy itt voltak. A Magyar Tudományosság Vajdaságban címmel hirdett pályázatot a Magyar Nemzeti Tanács és a Szabadkai Magyar Főkonzulátus, közép- és főiskolások, valamint egyetemi hallgatók írásait, illetve filmjeit várják. Vajdasághoz kötődő magyar tudós munkásságát vagy tudományos témát kell feldolgozni. Amennyiben te is részt vennél az idei pályázaton, bővebb információkért keresd a Szabadkai Magyar Főkonzulátus vagy a Magyar Nemzeti Tanács honlapját. Közügyek főtámogatója az OTP Bank. Már ez volt a közügyek, köszönöm, hogy bennünket választottak, hogyha valamiről lemaradtak, nézzék az ismétléseket, és ott van honlapunk, és holnap Helena várja önöket a megszokott időpontban 18 órától. Szép estét mindenkinek!